következő vendégünk egy Zoom előadás lesz. Balogh Péter, kockázati tőke befektető lesz a következő előadó. Az ember azt gondol, amikor valaki egy kockázati tőke befektető, hogy akkor minden bizony nagyon komoly, szigorú ember. Ehhez képest nekem Csermely Ákos mondta, hogy szólítsam őt angyalkának. Úgyhogy nem tudom, hogy itt van-e már. Itt vagy. Sziasztok, igen. Igen. Ezt azért magyarázd el, hogy miért mondta nekem Ákos, hogy téged én nyugodtan angyalkaként konferáljalak fel. Igazából létezik ez a cápák között műsor az RTL-en, és ott az egyik cáp vagyok, de én titokban egy delfinnek tartom magam. Én, ha lehet választani, hogy a tőkével, vagy a startupokkal vagyok, akkor úgy definiálom magam, hogy én a startupokkal vagyok. Tehát ugyan fektetek be, és ugyan segítek nekik máshonnan is tőkét szerezni, de nekem az elsődleges fókuszom az az, hogy én a vállalkozókat imádom, és szeretem, hogy ők ennyire aktívak és cselekvek, úgyhogy én az ő oldalukon állok. És ez az is hozzátartozik, hogy én nem nagy autóval járok, hanem egy ilyen barátságosabb ember vagyok, aki megközelíthetőbb. Nincs magasló talán. Ezt meg tudom erősíteni, azt elmondom a kedves nézőnek, hogy általában meg szokott esni azokkal, akik a médiában szerepelnek, hogy különböző emberek oda mennek hozzá, mint hogy jól ismernék őket. Én egyszer például oda mentem Péterhez egy rendezvényen, hogy mi nagyon jól ismerjük egymást, hiszen láttam a tévében a cápák közöttben, és nagyon kedves volt velem, és nagyon kedvesen tett helyre, hogy tulajdonképpen mi is sosem találkoztunk. De most már, ha más, hogy nem így virtuálisan találkozunk, és akkor tiéd a szó. Köszi. Az időzítés fontosságára hoztam nektek néhány gondolatot, főleg így startup témából, de előtte muszáj elmondanom, hogy én mai napig használok Pokémon Go-t, ez ciki vagy nem ciki, még ilyen elkapó kis kütyüm is van hozzá, és egy okos otthonban élek, úgyhogy én igyekszem a trendek előtt lenni, de mindjárt kiderül az is, hogy miért fontosak a trendek. Az egyik legfontosabb kérdés befektetőként, amikor egy startup jön hozzám, és el kell döntenem, hogy beszállok-e, befektetek-e pénzt és munkát abba a cégbe, akkor az egyik legfontosabb kérdés az, hogy miért most? Miért most jött el az ideje annak a témának, amiben ők akarnak valami újat alkotni? És ez azért fontos, mert nagyon gyorsan fejlődik a technológia. És emiatt rendszeresen vannak változások, nyílnak ki kapuk a piacon. Viszont amelyik kapu már egy ideje nyitva van, amit már az a megoldás, amit már 5 vagy 10 évvel ezelőtt is meg lehetett volna valósítani, egy olyan problémára, ami már 5 vagy 10 évvel ezelőtt is itt volt velünk, arra már szinte biztos, hogy ebből a rengeteg vállalkozóból, startupperből a világban több százan, több ezren rárepültek volna. Azaz, hogyha egy olyan ötlettel jönnek hozzám, ami 5 éve ugyanígy megoldható lett volna, és 5 éve ugyanígy probléma volt már a világban, akkor szinte biztos, hogy ott van valami elrejtve, valamilyen csapda a dologban. Azaz szinte biztos, hogy valaki ezt már megpróbálta, és vagy sikerült neki, és uralja azt a piacot, vagy nem sikerült neki, és ez egy déli báb volt, amire ő rávetődött. Úgyhogy az első gondolatom az, hogy a lehetőségeket a világunkban, amivel ki tudunk ugrani, amivel fel tudunk nőni, amivel valami nagyon nagyot alkothatunk, akár egy nagyon kicsi országból indulva is, azt a változás hozzá. Amikor változik egy piac, amikor egy új technológia felforgatja a világunkat, amikor egy pandémia felforgatja a világunkat, vagy változik egy törvény, vagy változik a társadalmunk, az életünk, ezek mind azt okozzák, hogy az a módszer és az a rend, ahogy addig ki volt szolgálva, az igényünk az már nem működik tovább, nem skálázható tovább. Ezért erre a változásra, aki gyorsabban reagál, és aki ezt ki tudja ezt az új igényt szolgálni, általában azok tudnak nagyon nagyot robbantani. 2004-be vissza utazunk egy picit, akkoriban épp egy kis játékcégem volt. Hazaköltöztem Finnországból, ahol a Nokia-nál dolgoztam programozóként, és elindítottam egy kis mobil játékcéget, ez volt a PDA Mill. Néhány barátommal összeálltunk, és mobil játékokat csináltunk. Akkoriban a mobil játékpiac az egy, főleg ez az okostelefonok elődjeim való mobil játékok, ez egy 0 milliárd dolláros biznisz volt. Azaz, ugyan volt rengeteg letöltőnk, volt, hogy több mint 1 millióan letöltötték az egyik termékünket, ebből egy 8 fős csapat még épp hogy meg tudott élni Magyarországon, de épp hogy. Tehát volt olyan hónap, hogy nem jutott fizu mindenkinek, főleg az alapítóknak nem.
És ez 2004-ben elértük azt, hogy bár megélni alig tudtunk belőle, de mi voltunk a világ legsikeresebb mobil játékcége ebben a témában, ebben az okostelefon témában. 3 évvel vagyunk az első iPhone előtt, és megnyertünk minden létező díjat, az év játéka, az év arcade játéka, stb. És jött egy ötlet, hogy mi lenne, ha navigációval kezdenénk el foglalkozni. Úgyhogy belementünk, elindultunk azon az úton, hogy autós autós navigációval kezdjünk foglalkozni, és erre így áthelyeződött a fókuszunk, mert láttuk, hogy ebben a játék témában ebben baromi sok élvezet van számunkra, nagyon szeretjük csinálni, de pénz, hát az nincs benne. És úgy 2006-2007-re nagyjából teljesen kikecmeregtünk ebből a játékbuliból, addigra már hódítottuk a piacot, már jelentős árbevételünk volt navigációból, már nemzetközi szinten az egyik legjobb cég voltunk a témában. Amikor egyszer csak felrobbant ez a játékpiac, 2007-ben megjelent az iPhone, 2008-ban megnyitották fejlesztőknek, és azok a kicsi játékcégek, akiket annó mi a porban hagytunk, tehát hogy akiket mi aláztunk a piacon, nem tudom, hogy mondják ezt politikailag korrekten, akiknél mi jobbak voltunk, na ők viszont hatalmasat gurítottak a mobiljáték piacon, és mai napig meghatározó gigacégek lettek a témában. Ezt azért mondtam el, mert szerintem időzítés szempontjából az egyik legkritikusabb az, hogy azt a nagyon rövid kis időablakot, amíg van lehetőségünk valóban betörni, és felnőni egy hirtelen felrobbanó piacon, azt a szűk időablakot mennyire pontosan tudjuk eltalálni. A játékcég esetében mi több évvel elélődtünk. Tudtuk, hogy erre felé fog menni a világ, tudtuk, hogy mindenkinek lesz számítógép a zsebében, nem tudtuk, hogy miért, de tudtuk, hogy lesz, és tudtuk, hogy a játékoknak nagy szerepe lesz ezen a piacon. Viszont, amikor ezt elkezdtük, még 99-ben kezdtem, 2004-ig nagyon ezt toltuk, még mindig 4 évvel előtte voltunk a piacnak. Azaz, az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy túl hamar ugrunk rá egy ilyen lehetőségre. Ezekre lehet úgy is gondolni, hogyha a világunk változatlan lenne, tehát ha nem lenne ez a folyamatos változás, ha a technológia és a pandémia és a piaci összeomlások és a változó társadalmunk nem teremtene rendszeresen valami nagyobb hullámot, egy ilyen egyenletes, sima vízen úszkálnánk a hajunkkal, akkor kis cégként esélyünk se lenne a nagyok terepére betörni. Akkor a nagy cégek uralnának mindent, hiszen megvan hozzá a gárdájuk, a pénzük, a brandismertségük, a mindenük. Tehát akkor a nagyban játszanak, azaz kis cégként nagyot gurítani akkor tudunk, amikor valami megváltozik. Az, hogy ezt mennyire látjuk meg, hogy hova fog menni a világ, ez az egyik szerintem, ami nagyon nehéz. Kell tudjuk azt, hogy mi lesz a következő nagy trend. És talán az egyik kihívás emberileg, hogy az agyunk az nagyon lineárisan gondolkodik. Úgyhogy legtöbben, amikor a jövőt megpróbáljuk megjósolni, akkor azt túlságosan a jelenből építjük fel. Azaz nem mindig feltételezzük azt, hogy valami felgyorsulhat, vagy valami megváltozhat, felborulhat. Azaz mindig úgy próbáljuk elképzelni, hogy egy kicsit minden olyanabb lesz, mint most. 2008 körül járunk, amikor a navigációs cégünk már egészen nagy habokat vert a piacon, de még mindig ezeket a kézikütyüket csináltuk, ezeket a kis dedikált navigációs eszközöket. És lett egy lehetőségem, leülhettem a világ egyik legnagyobb navigációs hardware gyártójának, autós navigációs hardware gyártójának az elnökével beszélgetni egy fél órát. Én elmondtam neki, hogy szerintem minden autóban ott lesz a navigáció, és hogy szerintem ilyen ifjú hévvel, hogy fog megváltozni a világunk, és hogy esz meg mindent a technológia. Ő pedig elmondta, hogy ők megnézték a statisztikákat az utóbbi pár évből. Az látszik, hogy nagyjából ezt a 2 millió darab eladott navigációs készüléket tudja a világpiac évente, és akkor ez nagyjából az utóbbi 5 évben stabil volt, talán egy kicsit csökkent is, és emellett pedig az átlagára a navigációs rendszereknek az 4000 euró, és egy picit növekszik pár százalékot évente. Úgyhogy ő úgy képzelte el a legnagyobb ilyen gyártóvezetőként, hogy valószínűleg 5 év múlva még egy kicsit drágábban, tehát még egy kicsit kevesebb ember fog navigációt igénybe venni a közlekedéséhez. És ez azért gondolkodtatott el, mert abban az évben mi már többet adtunk el ezekből a kézikütyükből, erre a szoftverünkből, már többet adtunk el, mint ez a teljes autós piac, amiről beszélt. Úgyhogy ott volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy
hogy oppa, itt van egy trend, amiben a piac nagy ágyúi nem értenek velem egyet, viszont én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ez meg fog történni. És azt kellett megsatszolni, hogy ez kb. Mikor fog megtörténni. Ezt az időzítést kellett belőni, hogy pontosan mikorra kell megérkezünk, és ha már tudtuk, hogy mi lesz ez a felfordulás, akkor vissza kellett oda fejtsük, hogy ehhez mikor mit kell bizonyítsunk a piacon, és mik lesznek azok az új nyomások, azok az új igények, hogyha így változik meg a piac. Úgyhogy ebből így visszafejtettük, hogy a következő pár évben mikor mit kell csináljunk, és elkezdtünk partnerségeket építeni, és olyan technológiákat és olyan munkamódszereket dolgoztunk ki, hogy mikor ez a piac felrobbant, mi tudtunk lenni ennek a zászlós hajója, ennek az új navigációs piacnak, amikor egyszer csak mindenkinek lesz navigációja a zsebében is, és az autójában is. És ebben veszítettünk amúgy egy csatát is, ugyanis azt láttuk, hogy a zsebében mindenkinek nem mi fogjuk adni a navigációt, hanem a világcégek, ez volt a tippünk, és ez később sajnos be is jött. Viszont az autóba sikerült bekerüljünk. Úgyhogy az egyik gondolat, amit hoztam nektek, az az, hogy nagyon figyelni kell a trendekre. Nagyon elé kell nézni a piacnak, és meg kell érteni, hogy mi az a következő nagy változás, ami jön. A másik, hogy kell találnunk valamilyen fogóckodót arra, hogy tudjuk azt a lehető legjobban belőni, hogy pontosan mikor nyílik meg az az időablak, és mivel kell készen legyünk. Ebben vagy nagyon alábecsüljük, vagy nagyon túlbecsüljük, és nagyon sok cég elé ugrik ennek a változásnak, és utána évekig várja, hogy a piac utolérje őt. Ez akár a végüket is jelentheti, hiszen amikor sokkal előrébb vagyunk a piacnál, akkor egyszerűen nem értenek minket, és nem működik az üzletünk. Úgyhogy mi az NNG-ben amúgy egy olyan stratégiát találtunk ki anno, és ezt így Magyarországról nézve én egy üdvözítő stratégiának látom úgy általában, hogy mi nem akartunk semmiben a világon a legelsők lenni, akik egy teljesen új dologban, egy új témában a leges-legelsők, akik kitalálják, hogy mi az a navigáció. A mi stratégiánk az volt, hogy mi fast followerek vagyunk, azaz mi, amikor már egy kategória kialakult, amikor már kialakultak a szabályai, akkor akarunk megérkezni abba a témába, hogy a lehető legjobban csináljuk azt a tevékenységet. Azaz mi nem az elsők akartunk lenni, hanem a legjobbak, vagy a leghatékonyabbak, amikor már ismert játékszabályok vannak. Ezt is lehet amúgy céges zászlóra tűzni, hogy egy-egy témában nem én mozdulok legelsőnek, nem én vagyok az első bolond, mert ez nagyon sok szerencsés, és nagyon sok tudás is kell, hogy pont eltaláljak egy trendet, hanem nagyon figyelek, és a leggyorsabban reagálok ezekre a trendekre, és a leggyorsabban követem azt a legelső bolondot, aki elkezdett táncolni. Úgyhogy ez az a pár gondolat, amit én akartam nektek hozni, mindenkinek nagyon jó konferenciát kívánok, és hajrá Pokémon!